Ha a gerinc olyan egyenes, mintha egy oszlophoz lenne kikötve, az életerő képes az egyenes testben felemelkedni, és az elmét éles koncentrációra késztetni. Sőt, mint ahogyan a tetőre erősített villámhárító képes magához vonzani a villámot, a kiegyenesedett test is úgy működik, mint egy csatorna, amelyen keresztül az isteni energia beáramlik testünk templomába, és erőt ad, hogy elvégezzük teendőinket, és elérjük céljainkat. Másként megközelítve, az isteni erő mindig jelen van, akár csak a rádiójerek. De hogy meghallgassuk a rádión keresztül közvetített zenét, antennára van szükségünk. Azonban, ha az állomáskereső nincsen jól beállítva, csak értelmetlen zajokat hallunk, nem zenét. Ugyanígy az isteni erő csak akkor áramolhat belénk, ha meditációt helyesen végezzük, és testtartásunk szálegyenes. Ülj le minden nap néhány percre a meditáció gyakorlásának kezdetén. Később azután bátran meghosszabbíthatod az idejét, ha megtapasztaltad a belső béke csodáját. Történjék ez a napkelt előtt. Ez az időszak a legelőnyösebb, mert a test kipihen, a napi teendők izgalmai pedig még nem hatottak az érzékekre, hogy elszívják a fizikai és mentális energiát. Helyez egy állandó, erős fénnyel világító mécsest, vagy gyertyát magad elé. A láng sohasem alszik ki, akárhány újabb gyertyát gyújtunk meg vele. Így a végtelen abszolút a legmegfelelőbb szimbóluma, egyenes gerinc ülés formáját. Vagy valamilyen kényelmes asanát, koncentrálásra használt pozíciót, a lánggal szemmagasságban. Nézz kitartóan a lángba, majd csukd be a szemed, és próbáld a lángot magadban érezni a két szemöldököt között. Onnan engedd, hogy leszálljon a szíved lótuszába, megvilágítva útját. Amikor a mellkas közepén a szívbe lép a láng, képzeld el, amint a lótuszvirág szirmai egyenként kinyílnak, miközben fénybe borítják minden gondolatodat, érzelmedet, érzésedet és lelki megnyilvánulásodat. A láng előzi a sötétséget. A sötétségnek nincs hová menekülnie, el kell tűnnie a fényelől. Képzeld el, hogy a fény egyre szélesebbé, nagyobbá és erősebbé válik. Bevonja a végtagokat is, amelyekkel nem tudunk többé sötét, kétes tevékenységet kifejteni. A végtagok a fény eszközeivé válnak, és ez a fény nem más, mint a szeretet, amelynek tökéletesen tudatában vagy.
a fény eléri a nyelvet, amelyről eltűnik a hazugság, káromlás, harag, rossz indulat. Ezután eléri a füleket és a szemeket. A bölcsesség és erkölcs csodálatos fénye megsemmisíti az érzékszerveket fertőző, beszennyező sötét vágyokat. Megszűnik a gyermetegség és a fülek mérgezése. Engedd, hogy fejedet a fény töltse be, hogy eltűnjenek a gonosz, vad gondolatok, mivel ezek lakóhelye a sötétség. Képzeld azt, hogy a fény egyre erősebbé válik benned, s akkor így is történik. Hagyd, hogy körbeöleljen, és betakarjon fényességes szeretettel. Engedd, hogy egyre nagyobb körökben áramoljon ki belőled. Magába foglalva rokonaidat, szeretteidet, hozzátartozóidat, ismerőseidet és az ismeretleneket, riválisaidat és ellenségeidet. Minden ember széles a világa. Végül pedig minden egyéb élőlény
az isteni régióban találod magad, és kimondhatatlan békében lesz részed. Járd ezt az utat, lásd meg a fényt, légy maga a fény. Bármely formában imádod Istent, helyezd őt ebbe a fénybe, mivel a fény Isten, és Isten a fény. Amikor a fény fénnyel találkozik, mind fényé lesz. Nincsenek határok a te fényed és az isteni fény között. Mert egymásból vannak.